Az egysoros és a bekezdéses szövegeknél említettem, hogy célszerű az AutoCAD-ben is szöveg stílusokkal dolgozni. Ugyanúgy, mint ahogyan például a Microsoft Office programcsomagban, vagy bármilyen szövegszerkesztő programnál is a szöveg stílusokkal szoktuk alkalmazni, és segítségükkel formázni a dokumentumainkat. Szöveg stílust a kezdőr a fül feliratozás paneljánál tudjuk elérni, menjünk a feliratozás nyomógombra, majd itt az albetű és az ecset ikonnál klikkeljünk egyet. Az ecset ikon szokta jelölni az ilyen stílus értékeket. Lehet látni, hogy az alapértelmezett stílus, azaz a standard van beállítva, mi most létrehozunk egy saját szövegstílust. Ráklikkelünk, és bejön a szövegstílus kezelő ablak. Két stílus van, van egy feliratozási, és van ez a standard, amit eddig használtunk. Hogy mi az, hogy feliratozási stílus, majd később meg fogjuk beszélni. Most hozzunk létre egy saját stílus, nyomjunk meg az új nyomógombot, és legyen a neve az, hogy saját. Ékezetek nélkül. Oké, válaszunk betűtípust. Nagyon gyakran alkalmazzák az Arial fontot betűtípusként CAD rajzoknál is. Pedig, ha megnézzük a listát, hogy milyen fontok érhetőek el, akkor láthatjuk, hogy vannak azok az úgynevezett TrueType fontok, ezeket szoktuk meg a Windowsos alkalmazásoknál, jellemzőjük, hogy nagyon szépek, nagyon változatosak, cserében eléggé erőforrás igényesek, de az AutoCAD-ben erre a problémára bevezették a úgynevezett AutoCAD saját fontokat, például itt van ez a bold.shx, ahol ugye látható egy ikon, egy körző és egy A betű. Ez jelképezi azt, hogy ez nem TrueType font, azaz csak az AutoCAD szoftverre tudja alkalmazni. Röviden a jellemzőjük az, hogy nem annyira szépek, nem sok töréspontból állnak, cserébe sokkal gyorsabban dolgozik az AutoCAD, valamint ezeket a fontokat csak az AutoCAD tudja alkalmazni, de ilyen fontokat esetleg, ha nagy gyakorlatunk van benne, mi is tudunk létrehozni. A műszaki rajzban használt betűtípushoz leginkább a simplex.shx font javasolható, válasszuk ki most ezt. Tehát nem egy TrueType fonttal, ugye ezt jelképezi a TT ikon a szöveg mellett, hanem egy AutoCAD font típust állítunk be, mégpedig a Simplex. Betű stílust itt nem lehet megadni, hiszen csak normál stílusban lehet értelmezni ezeket. Meg lehet viszont adni a magasságát, ami legyen most 2,5 rajzi egység, mondjuk 2,5 mm-nek képzeljük el ezt. Amit még kiemelnék itt, az a szélességi tényező. Ezzel tudjuk szélesebbé, azaz vagy éppen keskenyebbé tenni a karaktereket, mivel általában a műszaki rajzoknál nagyon nehéz a szövegeket elhelyezni, javasolható egy 0,75-ös szélességi tényező. Ez a font még így is szépen fog megjelenni a modelltérbe. Nincs más hátra, mint hogy alkalmazzuk ezt a fontot, és hozzunk létre egy szövegelemet, gépeljük be a parancsolba, hogy DS, szöveg. Látható, hogy a parancsolba megjelenik, hogy a szöveg stílus saját, magassága 2,5 és nem feliratozási. Igazítani nem fogjuk. Megadjuk a kezdőpontot, az elforgatási szög az legyen 0, mert nem akarjuk elforgatni, már is jöhet a szöveg. Ugye nem kérdez több mindent, mert a stílusból ki tud venni alapértékeket. Ránagyítok is, már is írjuk, hogy AutoCAD alapismeretek. Ő a Simplex font, szerintem egy nagyon ízléses font típusról van szó, és ami a jellegzetessége, hogy törésvonalakból áll, vonalláncból építi föl az AutoCAD, és ezt nem is lehet jobban finomítani, tehát ezek így néznek ki, nyomtatáskor, plottoláskor pedig általában abban a méretben, amiben ki szoktuk nyomtatni, nem is tűnnek föl ezek a törések, tehát tudom jó szívvel javasolni. Most állítjunk át egy másik fontot,
tehát például átjövünk a szabvány stílusra, itt aliel van, ugye itt már lehet olyan, hogy dölt, félkövér, félkövér és dölt. Válasszuk ki most ezt, oké, alkalmazzuk, jó, de figyeljük oda, hogy ettől még az aktuális szöveg stílusa saját, legyen most a standard újra az aktuális, nyomjuk meg ezt, oké, bezárhatjuk, újra hozzunk létre egy bekezdés, egy szöveget, klikkeljünk a modelltérbe, rajzoljuk fel a szövegdobozt, és látható, hogy itt is van a szövegünk, tehát nem csak S-soros szövegeknél, hanem bekezdései szövegeknél is lehet alkalmazni. A két font szépen összehasonlítható, a TrueType fontok nagyon szépek, az íveket nagyon sok csomópontból építi föl az AutoCAD rendszere szembe az SHX-ekkel. Mégis én azt tudom mondani, hogy nagy rajzoknál, jellemzően például helyszínrajzoknál célszerű inkább az SHX-et, mint a TrueType fontokat alkalmazni, mert nagyon erőforrás igényesek. Pár szövegelemig nem veszük észre a különbséget, de több ezer szövegelemnél már igenis fontos különbség van a kettő között, és főleg a mérleg az SHX javára dől. A stílusoknak a testeszabása viszonylag egyszerű, magától értetődnek az egyes funkciók, hozzuk őket létre és alkalmazzuk őket, amikor rajzolunk az AutoCAD-ben.